Akkor hát vágjunk bele egy pár dimenziális kutyák. He? Ja, valami proppensot akartam. Szóval az artefakt után Freddy Fox ajánlására kellett egy bulldog faj. Mert hogy már van kutya, aminek van 6 szeme, mert a 2 az nem elég. Így kisebbek, kevesebbet látnak, de 60 belül 3 pár, szóval ugyanott tartunk, csak bonyolultabb. Az orjukából is 4 van, azt már nem tudom, hogy miért, de biztos jó kopó. Szóval, kellett egy bulldog, mert van kutya bulldog, itt elég eljutottunk, aztán névlista, ez Kata választotta, gyakorlatilag ez Katának az alkotása a bulldog faj, és bár dologban segítettem, először is a vezető neve, mi az, amit össze lehet hozni vezetőnek egy bulldoggal, mivel nem sok karakter van World of Tanks-ben, de a legfontosabb mégis közülük APCR, Mr. APCR, így kis átrendezéssel Pak Runik lett a név, APCR Pak, aztán az R, mert a névlistában ez itt most olyan, hogy itt a második név az mindig valami nagybetűvel kezdik, az apostróf, az Unik pedig mint Unikum, egy rövidebben. Egy hímkutyáról van szó, a vörösök vérével van kitűzdelve a Rusia, a címe pedig nem más, mint First Stadtpadder, mégpedig mindjárt rátérünk a kormányzatra, de először is Kata mindjárt megfulladt. Szóval... Nem én sorom! Az anyabolygónk, hát Katánál más, azt hiszem, hogy Tundra, mert miért ne nálam, Arctic lett, mert a könnyű tankok jól csúsznak, legyen valami oka is rá. Anyabideg neve, mivel ez eredetileg csak Bulldog lett volna, de később Light tankok lettek, aztán összességében pedig Stadtpadder Unikum játékosok. Winslow's Form eredetileg Merica lett volna, K-val, Warhammer-ösen, mert Bulldog, de ez ugyancsak a névlistával, ez pedig Kata ötlete, mivel itt olyan nevek vannak, hogy mindenkinek valami valamilyen, tehát... Ja, akkor miért is lehetne? Winslow-nak ez a farmja, ahol V8-at farmol. A csillag pedig hát Purple, és akkor már össze is jöhet a megnevezésnek Nation of Purple, mivel ezt kidobta randomba. Nekem volt egy olyan, hogy United Bulldog Nation, State Nation, szerintem Nation. Az se volt rossz, de aztán ez a Nation of Purple, ez a város kinézett pedig, ha bár ez emlős lenne elvileg, de én rovart adtam neki, mert egyszerűen szóval a könnyűtank játékosok mind férgek, szóval az adta magát. Az etoszban is azt hiszem, hogy különbözünk, Katánál fanatikus militaristák és spiritualisták. Én gondolkodtam, aha, hogy fanatikus materialista lenne, mert semmivel sem fontosabb, mint a Gold és a VN8, de végső soron mindannyian az RNG-t dicsítjük ezen aprócska univerzumunkban, szóval materialistát maradt a spiritualista, militarista mégiscsak kell, mert tankokról van szó, szóval talán nem annyira pacifista egy bulldog, és a xenofób, mert ha bár nem vagyunk rabszolgatartóak annyira, mint a tüzérek, hogy mindent velük kell elvégeztetni, azért a vöröseket szeretjük beáldozni a saját V8-unk érdekében. Szóval az idegenek lehetnek rabszolgák. Az államszervezet pedig teokratikus oligarchia, van a néhány kiválasztott, akik e-sportoznak, és ők azok, akik vezetik a nemzetünket, a dicső nemzetünket. Amin gondolkodtam, még lehetett volna bármelyik vallási szervezkedés. Teokratikus republik, mint hogy 5 évente választjuk a első számú képviselőjét e-sportos nemzetünknek, vagy pedig a Divine Mandate, mert maga a megtestesült Aaron Jesus a legkiválóbb játékosunk, Mr. Chef. Esetleg még militári junta lehetett volna, de mégiscsak a vallásosság az nem más. És ugyebár lila háttér, szóval ez igazából nem is lehetne más, mint ezek közül valamelyik. A birodalom nevét ugye átvettük, a megnevezésünk pedig Stadtpadder. Ez az én ötletem volt. A zászló pedig közösen kidolgozott dolog, elég sokat foglalkoztunk vele, de végül is ezt találtam, mint szimbólumnak, ugyanis ez úgy néz ki, mint egy statisztika, és nincs is fontosabb dolog a játékok világában, mint a statisztika. A színeink pedig elsőlegesen lila, az alapzat pedig világos lila, mert mi lehetne más cél, mint hogy a statisztikánk a szuperunikum egekbe nőhessen. Kezdő fegyverzetünk a lézer, mert az jól üti a páncélt, mint az aranylőszer. Fénysebességi módszerünk pedig, hát Kata noob, szóval neki hyperspace, de egyébként egy igazi lila játékos, amit nem vagy, kis Stadtpadderem. Az Overhaul travelzik, mert átszázásának hála bármelyik pontján megjelenhet a pályának instant, váratlanul mindenféle... mindegy. A hajó kinézete pedig maradhatott, nem gondolkodtam még esetleg a reptilián, mert mégiscsak alakváltók, de ez annyira nem, ez nem MLG volt, szóval maradt a féreg hajó. Féregjárat, most jöttem rá erre, szóval ez most már még inkább ideélő. Férgeknek féregjárat.
ez van a hát a lila nemzete. És elkezdtünk egy közös játékot, amit gyorsan megmutatok, mert nincs elég megkezdett játékunk, amiket sose viszünk végbe. Ne nézz ilyen csúnyára! Először gondoltam rá, hogy létrehozok, ha már van a lilának egy nemzete, akkor kell a zöldeknek is egy testvérisége, mert az orták és a lilákok között kell egy nemzet, melynek tagjai becsületesek, keményen dolgozó államférfiak és nők lennének, ha játszanának nők a játékkal. Azonban, mivel nem készültem el időre, így az egyetlen dolog, amit tehettem, hogy ellenszegüljek a lilákok győzedelmének, az nem más, mint hogy tüzérséggel lebalanszolom őket az univerzumról. Ja igen, és Kata ajánlására a saját fajaimat tettük be mellém, szóval ez nagyszerű először is. Sok szerencsét kívántam neked a szomszédsággal, mert tudom, hogy én remek fajokat készítek, akik egyáltalán nem akarnak téged mágián elégetni. Ennek következménye végül az lett, hogy Kata a mai napig 12 év alatt nem talált egyetlen egy fajt sem a környékén. De kaptam egyet, akivel egészen jobban vagyok, csak plusz 40-nel indultam. Ne szólj bele a szövegembe. Te kijutottam. Szóval van a kundunjitunk, akik hiper... Nem, ők is féregjáratoznak. Mondjuk nekünk warp travelünk, amely a tüzérség lassul lehetünk nerfelve a motorban. A lényeg az, hogy mindenki ellenség, tehát vannak a dungitok, akik egyszer már kiirtották szertémet. Vannak a Unified Imperial Realm of Man, az első riválisom, akik az emberiség birodalmat, csak még a fanatikus spiritualizmus előtt a fanatikus materializmusukban, szóval ez még az okosabb impérium, picit aggasztjuk a szomszédom. Aztán itt van a Nagy Sándor féle birodalmam, ami meg Advanced Starttal kezdett, alapból volt nekik 3 bolygójuk, most már van 4, mindenkinek van 2, nekem még csak 1. De ez most lényegtelen, a SZU-16 flotta akkor is győzedelmeskedni fog. Lassan most már átnevezhetném, mi a következő lépés. SZU-16 után mi következik? Jó, nézze! Amíg Kata kutat, addig gyors megmutatom, mert ez mindenkinek el kell dicsekednem. A legeslegelső játék, amit Certimmel kezdtünk, aztán ő feladta, mert béna. Amúgy itt vagy, Certim? Lehet, hogy meghalt, pedig nem, de nekem sem válaszol. Az Alara Föderáció, ami konfederáció volt, de aztán demokratikus alapokra helyeztük társadalmunkat. Igen. SZU-26, jöhet majd lassan a fejlesztés. Szóval ez az a galaxis, amit nem fogok részletesen bemutatni, de lényeg a lényeg, van 51 darab bolygó... 51 vagy 54? Ettől kontaktszámok le. 51 darab bolygóm, 788 milliárd lakossal. Mondjuk ennek a lakosságnak csak a 20%-a arra. A többi az külföldi. Pedig nem is vagyok xenofil. Ahhoz képest mindenki jól el van itt, és... Ez így az enyém, ez is az enyém, lesz majd integrálva, de már vazallus, aztán ez itt, ez a kis folt, akik úgy néznek ki, mint én, csak militaristák és zenofóbok, de én neveltem föl őket, vagy hát nem, felemelték magukat, aztán végül is én vettem őket a szárnyaim alá, haha, szárnyak. Ezek itt szövetségesek, kb. Mind azok ott határozottan, a két rózsaszín a nagy területekkel, azok meg vazallus államok, az meg ütköző, térség, szóval elég jó, 2320, elég komoly statisztikám van, van 4 darab szuper szektorom, abból a Uintra a legfontosabb, itt a központi izé. Ja. Viszont ami a legfontosabb, most, hogy van időm, mert Certin meghalt, amíg respawnod, addig esetleg elkészítem ténylegesen a zöldek nemzetét. Lepofázhatok? Kérlek. Jó, köszönöm szépen. Hallgatlak. De nem, várom aztán mondani, hogy te nem belepofázok. Ezt addig engedély nélkül is megtetted. De most így biztosra mentem. Szóval, egy keveset már átgondoltam ebből, de a legfontosabb mégiscsak a legbecsületesebb faj, mint közül a madár. Ez elég evidens. Tehát egy madárnak kell lennie, hogy kompenzáljunk az orta 6 szemével. Az Artemnak nincsen szeme. A lilákoknak van 6 szeme, nekünk van 4. Meg ez olyan nemes madár, szóval pont jól fog kinézni, viszont odáig se jutottam, hogy elnevezzem őket. Milyen neve lehetne a zöldeknek. Névlistából is akár. Itt ezen gondolkodtam leginkább. Vagy ezen. Még ez jól néz ki, mert hasonló a névlista, mint a lilákoknak. Trétjeinket viszont már tudom Industrious, mert még
Ezt nem is, átugrottam a tréteket teljesen a lilákoknál, szóval... Annyira profi vagy. A lilák trétjei nem más, mint fölvődműves, mert mégiscsak farolni kell azt a V8-at tehetségesen. Ezen kívül gyengék, mert a buldog könnyen robban, ezzel indultunk rá. A következő patchben majd lesz a fleeting, ami az élettartamát csökkenti a vezetőknek, ami pontosabb lesz, mert igazából fizikailag nem gyenge egy buldog, sok hamar elmúlik. És nomád, mert gyorsak. Gotta go fast. Nekünk pedig a trétjeink nem más, mint Industrious, mert mégiscsak mi vagyunk azok, akik igazából elviszik a hátukon a csatákat. Ezen kívül... Ezért vagytok még mindig zöldek. Magányosak vagyunk, kevés jó zöld van igazság szerint. És ezen kívül pedig enduring, mert elviseljük a többi játékos baromságait. A zászlónkat is tudom már előre. Vagy hát a szimbólumot talán nem, de a színét mindenképpen. Hát zöld. Hát zöld. De milyen zöld? Hát gondolom a világos is, és azt én zöld. Hosszú gondolod. Hanem? Át kell menni kékbe. Mi hamarabb. Az még a zöldnek a gyárnyalata. Nem, mi meg megmaradunk szerényen. Domination ágról. Ja igen, ezt is korábban már. És szárnyakkal. Elfelejtettem, hogy milyen érvelésem volt e mögött, de az biztos, hogy szárnyakat akart. Ó, hát ez nem rossz. Ó, hát ez nem rossz. Mondjuk lehet, hogy akkor ennek kell lenni az elsődlegesnek, ez a másodlagos. Ez tetszik. Kezdő kíváncsi lenni. Das is too bad. Brotherhood. Of Green... Te ott tehetsz javaslatokat a nevekhez. Adjektívünk pedig nem más, mint a megbecsült. Etoszaink pedig militarista, ez nyilvánvaló. Individualista vagyunk azok, akik nem használnak fel másokat. Mi egyszer, igen. Jó, na, a pirosokat igen, de azt te sem másztál tészta. Tehát, de nem is vagy lila. Csak buldog. Az épp elég, mi? Hát, figyelj, én buldogként úgyis felhasználom a pirosokat. Jó kis fedezékek. És én személy szerint agnosztikus vagyok az RNG-vel szemben, szóval hiszem inkább a xenofilia pont jó lesz mellénk. Szeretjük a csapattársainkat, ezt tagadhatatlan. Nem rage-elek én se soha. Jaj, te soha. Erre van szó. Hú, ezt ez nem hagyott túl sok választási lehetőséget. Ha! Társadalommal kapcsolatban. Hát eddig junták voltak, ez pedig a zöld szín. Akkor most ez köztársaság legyen, vagy katonai junta? Végül ilyen köztársaság, mert mégiscsak így összetartóak vagytok. Nem is azt, hanem a leírás nézem, és itt mindenkinek a katonai szolgálata. Mindenkinek meg katonai zöldnek lenni. És akik esetleg többek akarnak lenni, mint zöldek? Többek? Nincsen több, mint zöld. Ez a végső formája a tankfajnak. Illetve a military junta lecsökkenti a hajók árát és hajók fejlesztésének az árát, de mivel nekem nincsen prémium, így meg kell dolgoznom nagyon a kreditemért, szóval valóban köztársaság leszünk. Logikám kikezdhetetlen. És a missile és az energy weapon már mint foglaltak, nálunk lesz a standard projectile weapon AP lőszer. Utazási mód pedig... Hát... Én nem nagyon tudok új útvonalakat eltanulni, szóval azt hiszem, hogy maradok a Hyperspace-nél, azt hiszem, hogy pont köztes a Wormhole és Warp Travel között, teljesen megfelelő. Ja igen, és akkor ez nyilván akkor ilyen, mert ez a legmenőbb mind közül, és a kinézetet vissza kell választanom a madárra, most már csak a neveket kell meghatározni. A csillagunk neve nyilván Green, ha már tartjuk a hagyományokat. Van már egy arktikunk és van egy kontinentálisunk. Ez lesz az óceán. Nem azért, mert mi olyan könnyen megélünk óceánokban, nem. Egyszerűen csak azért, mert a World of Tanks tele van folyosókkal. És egy óceánbolygón kevés sziget van, szűk folyosókkal. Logikám kikeztetetlen. Itten arra gondoltam, hogy nagyon szerettek úszni. Titeket beledökünk a vízon, ne aggódj. Az arta meg belemegy magától, mert teljesen életképtelen, szóval. Tökéletes. Oda nem fogunk költözni, ez biztos. Nem fogunk bevándorolni. Majd viszünk láncon. Ja nem, individualisták vagyunk, mi nem tudunk ilyet. Oda mentek, ahol akartak, leszarom. Szóval, mi legyen a bolygó nevünk. Még a fajnak se találtuk ki, hogy mi legyen.
Azt hiszem Teamwork-kel fogok menni. Mint faj? Nem, mint bolygó, vagy mint... Az anyabolygónk neve, a csapatmunka. Ugyanilyen nincsen. Ilyen nem létezik ez a bolygó, igazság szerint. Csak egy legenda. Akkor ti csak egy legenda vagytok, jó? A zöldek legendák, és akkor kik viszik el a hátukon a meccseket? Hát mi? Kik? Kik vagytok ti? 15 darab boldog? Mik kellem? 15 darab G-Panther? Adjál már. Igen. A zöld föld. The Greenland. Please stop. Nem más lesz, mint Dorf. Mint? Dorf. Dorf. A faj pedig Himmel. Himmel. Többes számunk Himmels. Himmels. Ugyanis az egyetlen balanszolt pálya játékban Himmelsdorf. Himmelsdorf! Himmelsdorf! Himmelsdorf egyháza. Az egyetlen szent dolog ebben a játékban. Uralkodunk ne pedig... Miket ott ki? Krimak... Jaj, hát véletlen nem pont Korvajt írt. Nem. Női játékosok talára sincsenek. Van zöld toll. Barna van, meg sárga, meg vörös. Ne idegesíts! Hát a sárgából lesznek az emberek. Egyszer mindenki volt sárga, legalább egyszer. Ez olyan tankos. Ez olyan könnyedes, medes. Na most akkor helyi vagyok, vagy med? Konzó nem rossz név. Megnevezés. Az meg majdnem leader. De mégiscsak valami eredetibb kéne, nem igaz? Mondanám, hogy lehetne még stratégos, de egy igazi zöld tudja, hogy tök feleslegesen nyilogatja a stratégiát a játékcsetbe, szóval az a vöröseknek való. Nem, ő nem más lesz, mint champion. Vagy ace, lehetne még esetleg. And his name is John Cena! Nem. A Karvai Empire-nél van Karvai, ugye? Vezető. Talán. Egyáltalán milyen az a névlista, vannak lehetnek ilyen nagybetűjük. Goodbadnek még egy shoutout, és akkor Kéba. De? Ő nem kék? Ő mindig zöld? Visszaragasztom. Ő mégiscsak a bajnok, a zöldek bajnoka. Nem olyan felfogalkodott, mint egy lila. Kussa, azt hiszi. De te nem vagy lila! Jó na, csak állatozok, hogy egyszer lila leszek. Mint a szobám. Tényleg? Örök ellenségem vagy. Krím. Figyelj, van Karvaj, a vaj. Krímak, lehetek krímaj. Krímbaj. Krémbaj. Nem. Figyelj, tudod, kinek nem volt még utalása itt? Az Olinak. Tényleg. De amúgy megvan Goodbadnek a 2008-a szóval. Enselverke? Hogyan lehetne ezt rövidíteni? Havi. Ja, hogyha... Igen, Havi. Az ő neve Havi. És hogy ő mi vezetünk. Verke, vagy nem tudom. Verk. Az embertűn gondolkozom. Mert azt, hogy H-verk, azt, hogy furcsán ejtenéd ki. Ezt ki kell tudni ejteni. Verk. Nevök. Nem, itt csak olyanok vannak, hogy T, meg Y, meg E, nem olyan mindenféle, mint nálad. Zverk. Zverk. Zverke. Zverke. Van Y-nunk, legyen Z is. Zverke. Zverke. Érteni, itt van olyan. Hát nem, a K-val legyen vége, mert nincs, hát az biztos női név, tojó név pontosabban. Zverk, vagy Iverk, mert nem mindenkinek Y-on. Mi egy lépéssel tovább menjünk az Y-on. Zverk. Zverk, zverk, zverk. Hoppá. Akkor már csak a tankos ruci kell neki, a nehéz tankos. Hát ez legendás. Az öt testvériség, ilyen nyögvenyelős régen volt. Certimet elő tudod keríteni? Certim! Csapó vágás, ha lesz folytatás, akkor az gameplay. Úgy ténylegesen.